Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Bevallom őszintén, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Az egyik szemem sír, mert önök egy olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amellyel lényegében kényük, kedvük szerint bármikor, akár hónapokra kitilthatnak bennünket, nem csak a parlamentből, de még a saját irodáinkból is, és azt is ellehetetleníthetik, hogy a közintézményekben érdemben tudjuk ellenőrizni azt, hogy önök hogyan használják fel az adófizetők pénzét. Tehát magyarán előfordulhat az a helyzet, hogy a választók érdemi képviselet nélkül maradnak. Ennek ellenére a másik szemem mégiscsak nevet. Nevet, mert egy ilyen törvényjavaslatot csak az nyújt be, aki nem pusztán fél, de egyenesen retteg a népakarattól. Képviselőtársak, a rezsimek tudják, hogy mikor szoktak rettegni? Akkor, amikor érzik a bukás közelettét. Önök, tisztelt képviselőtársak, ezzel a törvényjavaslattal beléptek a saját bukásuk előszobájába. Ez annak köszönhető egyébként, hogy önök október 13-án súlyos vereséget szenvedtek az önkormányzati választáson, de nem tanultak belőle semmit. Ezen az önkormányzati választáson a magyar emberek azt üzenték önöknek, hogy fejezzék be a diktatúrásdit, és kezdjenek el végre kormányozni, kezdjenek el végre dolgozni, mégiscsak ezért kapják a pénzüket. Dolgozni továbbra sem dolgoznak, ehelyett elkezdenek velünk izmozni 10 milliós büntetésekkel, meg kitiltásokkal fenyegetve bennünket, akkor, ha önök úgy gondolják, hogy önök szerint mi rosszul viselkedünk. Hozzáteszem, nagyon nehéz megítélni azt, hogy mondjuk a Borkai ügy után önöknek mi számít rossz magaviseletnek. Egyelőre én annyit tudok, hogy az igazság kimondása az annak minősül. Úgyhogy én szeretném, hogyha egy kis gyakorlati eligazítást kapnánk a törvény vonatkozásában. Én ugye az elmúlt évben az első parlamenti felszólalásomat egy fontos, nagyon fontos igazság kimondásával kezdtem, hogy arról beszéltem, hogy ennyi bűnöző előtt én még életemben nem beszéltem, hiszen azért lássuk be, hogy az elmúlt 30 évben ebben az országban épp csak a nemzeti vagyon tűnt el, de ezért még soha senki nem került börtönbe. Következésképp az elkövetők, ha nem a börtönben vannak, akkor csak itt ülhetnek. Tehát szeretném tudni, hogy ha jövőben is kimondom azt, hogy ennyi bűnöző előtt én még életemben nem beszéltem, akkor milyen büntetést fogok kapni, hány millió forintot kell majd fizetnem, és hány napra fognak kitiltani a tisztelt házból. Aztán szeretném tudni, hogyha azt mondom a következő ülésen mondjuk, hogy Kövér László szerintem kövér elvtárs, akkor milyen büntetést fogok kapni? Mert szerintem egyébként ebben sincs semmi rendkívül, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a régi rendszerben Kövér László lelkes ifjú kommunistaként támogatta azt a rezsimet is. Mégis amikor a házban ezt kimondtam, akkor Kövér elvtárs kikapcsolta a mikrofonomat. Tehát szeretném tudni, hogy ha jövőben egyértelművé teszem, hogy Kövér László valójában kövér elvtárs, a múltját meg a jelenlegi módszereit tekintve mindenképp, akkor hány milliót kell fizetnem, és hány napra fognak majd kitiltani a parlamentből. Szeretném tudni azt is, hogy Orbán Viktor, azt mondom, hogy ő egy közösséges lókupec. Képviselő úr, egy pillanat rájön, meg legyen kedves. Tudja, minek azt szólított... mondták, hogy nem fognak minket fegyelmezni. Képviselő úr, tudja, minek szólítottam én önt? Frakszövezető úrnak. Ezt legyen kedves, vegye figyelembe. Úrnak szólítottam önt, és viselkedjen úgy is. Köszönöm szépen, elnök úr, én elnök úrnak szólítom, miniszterelnök urat meg lókupecnek. Teszem ezt úgy, hogy egyébként sokkal rosszabbnak tartom annál, hiszen nem lovakkal, hanem a saját nemzetével kufárkodik akkor, amikor a magyar melóst olcsó rabszolgaként felkínálja a nyugati multiknak. Tehát szeretném tudni, hogy ha a lókupecet lókupecnek nevezzük, azért milyen büntetés fog járni. Vagy milyen büntetés jár azért, hogyha mondjuk legközelebb is leteszek miniszterelnök úr asztalára egy szatyor száraz tésztát. Tudják, egy olyan csomagot, amivel önök 4 évente a választások előtt nem a parlament, meg nem a ház tekintét és méltóságát szokták megsérteni, hanem a választóknak a tekintét és a méltóságát szokták megsérteni. Azt nyilván tudom, hogyha beleülök őfelsége székébe, akkor azért mi jár? Ugye legutóbb 1,2 millió forintot kellett ezért fizetnem. Ha a törvény életbe lép, akkor a jövőben majd 5 millió forintba fog ezzel fájni, úgyhogy ezt egyelőre még átgondolom, hogy megcsinálom-e. Összességében szeretnék iránymutatást kapni a tekintetben, hogy ma Magyarországon az Orbán rezsim alatt milyen büntetés jár annak, aki kimondja az igazságot, és aki a népet, a választókat valóban képviselni szeretné a parlamentben. És most ne jöjjenek nekem azzal, hogy önök a parlament tekintét, meg méltóságát akarják megvédeni. Maradjunk annyiba képviselőtársak, hogy egy valami egészen biztosan nem sérti ennek a háznak a tekintét, az pedig az igazság. Az igazság kimondása lehet, hogy önöket sérti, de a ház tekintélyét egészen biztosan nem sérti. Tudják, mi az, ami sérti ennek a háznak a tekintélyét? Az, hogy olyanok ülnek benne, akik szétlopták ezt az országot. Az sérti a háznak a tekintélyét,
hogy olyanok ülnek itt, akik leszavazták például az uniós ügyészséghez való csatlakozást, leszavazták a melósok béremelését, leszavazták a kilakoltatások megállítását, hova tovább leszavazták azt, hogy beteg SMS gyerekek megkapják az életmentő gyógyszert. De megszavazták a rabszolgatörvényt, megszavazták, hogy vegyük el a kafetériát, megszavazták, hogy verjük szét a lakáskasszarendszert, megszavazták azt, hogy a maffia kormány még 9 évig Pol Péter védje. Képviselőtársak, itt önök azok, akik ennek a háznak a tekintélyét és méltóságát sértik. Ezt pedig tudják, hogy mit jelent? Az, hogy közeleg az idő, amikor a nép fogja önöket kitiltani. Nem csak a magyar városokból, nem csak a magyar önkormányzatokból, hanem a magyar parlamentből is, és nem 2 hónapra, hanem örökre. Időközben pedig képviselőtársak, én átgondoltam ezt a székelső sztorit, úgyhogy a törvény elleni tiltakozás jeleként az elkövetkezendő felszólalót Lukács képviselőtársak. Tisztelt Országgyűlés! Frakcióvezető úr, megkérem, hogy foglalja a saját helyét. Jakab Péter frakcióvezetőt felkérem, szíveskedjen elhagyni azt a széket, amelyen ül, foglalja a saját helyét a parlamentben. Velem nem vitatkozik, első figyelmeztetését megkapta. Addig folytatás nincs, amíg nem áll fel a székéről. Következő figyelmeztetését megkapta. Képviselő.